Charles Bronson, Szersény Gyula. Az erőszak pokla. A doktor. További magyar hangok. Makai Sándor, Tóth Enikő, Gruber Hugo, Szabó Otto, Horváth Hanga, Felföldi László, Dobránszky Zoltán, Halász Aranka. Magyar szöveg Dávid Imre, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Németh Piroska. Szinkronrendező Szalai Éva. A szinkron az Intercom megbízásából a Studio Service Kft. Műtermében készült. Uraim, a kínzás a politikusok egyik hatásos fegyvere, nem tekinthető brutális vagy barbár módszernek, amennyiben céljaik elérése érdekében alkalmazzák. Az általam alkalmazott kifinomult kínzás módszereit megelőzték tudományos kutatásaim az emberi lélektan világában. A fizikai és lelki gyötrelmek fokozatos adagolásával megtörjük a kiválasztott személyt. Úgy lelkileg, mint fizikailag, de a hangsúly a lelki gyötrelmekben van, mert a lelki kínokon keresztül formálhatjuk emberből állattá az ellenségünket. De ezen idő alatt is szükséges a személyt lelki terror alatt tartani. Amelyet finoman talán nevezhetek egy hosszú, soha véget nem érő rémálomnak, és ez az a pont, amikor is a halál már megváltás a kínzott számára, és oly mindegy, hogy vallomást tesz-e, vagy sem. Hegáldó! George Hegáldó! Már tanulni lehettek, hogy miképpen bírható rá egy nőnemű a ruhái levételéhez, amely egyben megfosztja a nőt a méltóság érzetétől is. A hímneműnél ez a módszer nem alkalmazható. Vetköztessék le! Sikerült! Uram? Bocsássanak meg. Doktor, rendbontás történt a városon kívül. Vissza kell térnie a szállodába. Nos, ez nem tart sokáig. Mr. Hegáldó, vagy hívhatom George-nak, hiszen néha az volt az érzésem, hogy ismerjük egymást. Megadatott, hogy elolvashattam a cikkeit, amelyek szerény személyemről szóltak. Habár cikkeinek többségével nem értek egyet. Tudnélik, ön azt állítja, hogy több mint 35 ország vezetőinek mutattam be kínzási módszereimet. Hazudott, kedves George, mert mindössze 20 országban alkalmazzák a módszereimet. Jegyezzék fel, uraim, a kiválasztott személy még tudatában van emberi mi voltának, és ösztönszerűen védekezik. Az elektródokat. A doktor ismét elektródokat alkalmaz. Ennek az akciónak sikerülnie kell.
Mit csinál? Már végeznie kellene. Még van neki 2 perce. Imasz alak. Örülök, hogy végeztél vele. Csak azt sajnálom, hogy nem szenvedett többet. Hát ez meg mit keres ott? Kocsit cserélnek! A fenébe! Gyerünk, tűnjünk el innen! Reggelt, Quasimodo! Várjon meg itt, kérem. Hogyne. Szép jó reggelt, uram. Jó reggel, Santiago. Látogatót hoztam. Most érkezett Mexico Cityből. Ezt mondta. Felkísérjem? Nem, megnézem. Igen. A neve Hector Lamlin. Azt hiszem, George Helgado már mesélt rólam. Igen, emlékszem. Üdvözlöm. Hogy van George? Meghalt. Hogy van George felesége és a lánya? Ismeri őket? Nem, de sokat mesélt róluk. A körülményekhez képest jól vannak. Képtelen vagyok megérteni. George újságíró volt. Hogy kerülhetett egy ilyen emberrel kapcsolatban, mint a doktor? George bízott önben. Ezért kerestem fel. Ha élne, ő is ezt tenni. Ő már nem jöhet el. Sem ő, sem a többi szerencsétlen. Az ő nevükben is kérem, hogy tegye meg. Magáról nehéz elhinni, hogy bosszút állna az élőkért vagy halottakért. Ez igaz, de... A civilizációt meg kell védenünk az ilyen állatoktól, mint a doktor. George halott, mert ő is ezt akarta. Mennyit kér a munkáért? Hector. Egyszer már megmondtam, nyugdíjas vagyok. Nézze! Csak nem dugja a fejét a homokba. A klinikámon... Tucatnyi ország betegeit kezeljük. Sokan elmesélték az első, talán az utolsó találkozásokat a doktorral. Hallgassa meg őket. Kérem, legalább egyet nézzem meg. Miért is nem? Engem a nővéremmel és a sógorommal együtt tartóztattak le. Azt mondták, fegyvereket adtunk el a forradalmároknak, de ez hazugság. A környékünkön nem is voltak felkelők. A nővérem terhes volt, ettől függetlenül többször gyomron vágták. Egy napon kivitték a cellánkból, azóta sem láttam. De azt mondják, megtalálták a holttestét az utcán, felvágták a hasát és a férje levágott fejét tették a magzat helyére.
Tőlem a feleségemet és a kislányomat vitték el. A doktor kényszerítette a feleségemet, hogy egye meg a saját ürülékét. Eltörték a kislányom kezét és combját. Azt mondták, addig kínozzák őket, amíg nem vallom be, hogy a kormány ellen szőttem összeesküvést. Kitaláltam egy összeesküvésről szóló mesét, hogy megmenthessem a családom életét, de ettől függetlenül megölték őket. Néznem kellett, amint a barátomat mesztelenre vetkőztették. Egy asztalra kellett borulnia. Két ember lefogta, és a doktor szögeket szúrt keresztül a herezacskóján. A fájdalomtól többször eszméletét vesztette, de minden alkalommal vízzel vagy rúgásokkal térítették magához. A következő nap velem temettették el a holttestét. Végig kellett néznie a férjemnek, amikor egy pezsgős üveggel megerőszakoltak. Amikor végeztek velem, a doktor a szemem láttára nagyon lassan felvágta a férjem hasát egy szikével, és szó szerint kitépte a beleit. A doktor összetört üvegdarabokat etetett meg velem. Az eset óta csak pépeket tudok fogyasztani, úgy, mint a csecsemők. A bőrömre sósavat csepegtetett, de előfordult, hogy a körmem alá gombos tűket szúrt. A doktor kényszerített, hogy igyam meg a vizeletemet. Ezek után kopaszra borotva áltatott, és a bőrömön nyomta el a szivarját. Hetekig élő hamutartóként használt. A katonai hatalomátvétel napján a Nemzeti Stadionba hurcoltak. Sohasem felejtem el annak az embernek az arcát, aki kiválasztotta azokat, akiket vallatni vagy kivégezni vittek. A doktor volt. Egész nap, egész éjszaka hallottuk a megkínzottak halálsikolyait, a kivégző osztag fegyvereinek ropogását. Engem minden nap egy injekciós tű szúrásával ébresztettek. Nem tudom, milyen anyag volt a fecskendőben, de olyan fejfájásom volt egész nap, hogy üvöltöttem fájdalmamban. Valószínű, hogy ettől az anyagtól sebek borították el az egész testemet. A doktor! Több héten át folyt ez a borzalmas rémálom. Clement Mollock, ő az az ember, akit doktornak hívnak. Elvállalja? De ekkor elvesztettem az eszméletemet. Mondtam, már nyugdíjas vagyok. Clement, kedves barátom! Üdvözlöm, szenyora Mollock! Parancsoljanak! Köszönöm. Miért kérettél ide, kedves Viktorom? Pillanat, Clement. Parancsolnak egy italt? Ásványvizet kérek. Egy kis gond van, Clement. A Dél-amerikai Államok Szövetségének tanácsa napokban tartotta meg ülését Kosztarikában. Ne folytassa! A szövetségi tanács hivatalosan elítéli a bátyámat. Ugyanakkor igény tart a szolgálataira. A tanács egy újabb ülést hívott össze az emberi jogok megsértése ügyében. Az emberi jogok ügyében? Az embereknek nincsenek jogaik. A jogokat önök alkották, és aki vét el jogok ellen, azt meg kell büntetni. Ebben egyetértünk. Ön szerint mit kell tennünk? Távozzanak az országból. A bátyámnak önök csak hálával tartozhatnak, amiért biztonságban élnek. És ha hatalmon kívánnak maradni továbbra is, Clementre szükségük van. Én csak az elnök úr döntését közöltem, hölgyem. Mikor kell elutaznunk? Minél előbb, annál jobb. Köszönjük. Ebből kifolyólag az emberi agylevenyek sérülésének veszélye kizárt. Persze figyelembe kell vennünk a külső hatások befolyását az idegrendszerre, amely hatások ellen egyelőre képtelenek vagyunk védekezni. Nos, ennyi elég lesz mára. Köszönöm a figyelmet. Viszlát!
Meggondolta magát? Na. Igen, vállalom. Még nem beszéltünk az anyagiakról. Ó, emiatt ne aggódjék, nem kérek egy vasat sem. Nagyon köszönjük. Egy nagyon érdekes hírt kaptam. A doktornak napokon belül el kell hagyni a Guatemalát, de senki nem tudja, hol fog letelepenni. Ami annyit jelent, ha nem sikerül végezni vele, kicsúszik a kezünk közül. Kitől kapta ezt a hírt? Az illető neve Megszartiz. Baráti kapcsolatban áll a guatemalai kormány több tagjával, de ellenzéki kapcsolatokkal is rendelkezik. Talán szükségem lesz a barátjára. A másra nem rá számíthat. Akkor jelezheti az érkezést. Oké. És lenne még egy nagy kérésem. Családos emberként szeretnék megérkezni. Szükségem van egy nőre és egy gyermekre. De ez nagyon veszélyes, nem? Igen, de így könnyebb bejutni a városba. Hát... Mit gondol, ki juttatta ide a betegeim nagy többségét? A doktor. Így van. Ez a korterem csak egy a sok közül. Még szerencsések túlélték. Isabel, Isabel Holland megérkezett és elvállalta a munkát. Szerencsénk van, hála Istennek. Holland, a hölgy a feleségem, Isabel. Tiszteletem. Rihanna Hegaldo. A feleségem mellett dolgozik, mint műtőssegéd. Őszinte részvétem. Nagyon köszönöm. És később majd beszélgetünk egy csésze kávé mellett. Isten irgalmazzon a doktornak. Az nem jó. Miért nem? Azért, mert George özvegye? Igen, az érzelmek határozzák meg a cselekedeteit. Rihannának ugyanaz a célja, mint az önöké, kedves Holen. És a kislányát is hajlandó magával vinni. A hölgy meggondolatlan. A műtőben azt mondta a feleségének, hogy gyilkos vagyok. Ezt már is meghallhatta. Leolvasta a számról? Igen. Sajnálom. Azt hiszem, hibát követtem el. Ezek szerint már nem vagyok gyilkos? Bocsásson meg, de ez nem tartozik a tárgyhoz. Mikor indulhatunk? Ön vezeti az akciót. Köszönöm, érezzék jól magukat. Köszönjük. Acompáñenos.
Gracias. Hol akar aludni? Itt alszom a nappaliban. De itt nincs ágy. A földön alszom. Nekem tetszik ez a hely, mami. Max Ortiz? Rihanna. Szervusz, Max. Hogy te milyen csinos vagy. Szára, hogy te hogy megnőttél? Szervusz. Csokolom. Örülök, hogy megismerettem, uram. Legkötelez, Mr. Ortiz. A doktornak három testőre van. Éjjel-nappal vigyáznak rá. Mind a három hidegvérű bérgyilkos. Randolph Whitley. Korábban a CIA-nak dolgozott. A doktor összekötő tisztjének is nevezhetjük. Szabad idejé többnyire a legpiszkosabb kikötői kocsmákban tölti. Carl Hausmann. A tengerészgyalogosoknál szolgált. A CIA-nak dolgozott, mielőtt a doktor szolgálatába szegődött volna. Ez az ember egy rejtély. A neve Cirello. Talán ő a legjobb. Ő Molok sofőrje. És ez itt Mr. Molok arcképe. A doktor. Nem hiszem, hogy a barátunkat be kellene mutatnom. Tiszteletre méltó kis csapat. Az csak egy kis töredéke a fegyvergyűjteményemnek. Nekem szükségem lenne egy puskára. Egy lefűrészelt csövű vadászpuska is megteszi. És egy nagykaliberű pisztolyra. Meséljen még Molokról. Van valamilyen megszokott útvonala? Ritkán mutatkozik a városban. Egyetlen egy esemény van, amit sohasem hagy ki, a kakasviadal. Meséljen valamit a húgáról is. Mivel tölti az idejét? A szokásai? Együtt lakik a bátyjával? Gyakran jön be a városba vásárolni. Van egy lakása a belváros egyik torony épületében. A keresztneve Claire. Szinte elválaszthatatlanok a bátyjától. Rögtön felfordul a gyomrom. Ezt képtelen vagyok végignézni. Sajnálom. Hé, hey, mister, nem akar narkót venni? Kábítószert, nekem van eladó. Elefántja is van? Ha? De kengurúja csak van. Ha? Ez a pali süket. Thank you.
Érdekes, hogy milyen könnyen megkedveltette magát a lányoddal. Könnyű megtéveszteni a gyerekeket. Nem kedveled? Tudod, mit csináltunk ma? Órákig jártunk üzletről üzletre. Latin-amerikai népzenei kazettát kerestünk. Minden turista ezt csinálja. Nem szabad hinni neki. Érzéketlen, hidegvérű. Számára minden ember csak egy célpont. Istenem, tudsz szájról olvasni. Ez a mordáj megfelel? Ez is megteszi. Látja azt? Azt a nagy kőkerítést? Nem akarok közelebb menni. Úgy őrzik, mint az elnöki palotát. Rejtett kamerák, helyzetkijelzők, riasztók. Még mozgásérzékelő riasztóról is hallottam. Látja azt az embert, hogy te fánál? Igen. Most éppen a kamera látószögében állt meg. Ő is az ő emberük. Hogy fog bejutni? Ki mondta, hogy bemegyek? Mi az, hogy nem megy be? Talán távcsöves puskát akar használni? Vagy le fogja bombáztatni a házat? Rihanna, kérlek! Jogom van áll tudni, hogy mit csinál vele. Én nem pénzért teszem, amit teszek. Várjanak, mert körülnézek. Ne haragudjon rá. Fél, hogy nem sikerül az akciója, és megmenekül ez a barbár. Igen, tudom. Nagyon aggódik. Kérem, vigye vissza őket a szállodába. Oké. Csomagoljon, Rihanna, hazarepülnek. Miért? Emlékszik arra az incidensre azzal a mankós férfival? Láttam tegnap este. A doktornál. Mankók nélkül. Maga szerint tudják, hogy kik vagyunk. Igen? Ha jól láttam, a bicebolca meg van győződve róla, hogy turisták vagyunk. Akkor miért akarja, hogy elrepüljünk? Már nincs szükségem önökre. Holen, ha maradunk, Sarah veszélyben lesz. Fogalmam sincs. De kérem, vigye haza. Hol van Randolph? Lent van a számítógép központban, dolgozik. Szükségem van rá. Randolph? Ha megint a követség, csak arra kérem a jó Istent, ha a mennyekbe jutok, tartsa távol tőlem ezeket az irodakukacokat. Gyűlölöm őket. Cirello. Randolphot kérem.
Van egy kis problémám Paul Brixel. Felrúgta a megállapodásunkat. Beszélek vele, uram. Bízza rám. Holland, ígérd meg, hogy találkozunk még. Jó, szavamat rá. Hogy is hívják a haladat? Quasimodo. Jó leszel? Igen, mami. Szia. Szia, Holland. Szia, mami. Szia, szavam. Jó legyél. Szeretlek, mami. Követség. Mi dolga lehet itt? Jézusom! A szívbajt hoztad rám! Igen, igen. A szabad világ védelmezője nem lát ki a munkából. Hagyj békén, Randolph. Te hagyj békén a doktort. Mivel sikerül felidegesíteni? Közöltem vele a washingtoni üzenetet. A külügyminisztériumban megegyeztek, hogy a doktor elhagyja az országot. Briggs, emlékezz, nem ebben állapodtatok meg. Randolph, maradj ki ebből. Egyébként a doktor már kapott több ajánlatot. Honnan? A doktor jól érzi itt magát, és nincs szándékában elutazni. Kérlek, Randolph, ha nyomást gyakorolnék az ország vezetőire, a főnökeim 5 percemből megtudnák. És engem azonnal áthelyeznének egy istenháta mögötti országba. Briggs, velünk szórakozol? Valamit elfelejtettél, kisfiam. A doktornak köszönheted, hogy még ebben az országban dolgozhatsz, és most itt az ideje, hogy visszafizesd az adósságod. És még valamit, a kormány emberjogi bizottsága örülne egy olyan jelentésnek, amiből megtudnák, hogy mire használtad fel a doktort. Kisfiam, azt mondtad, maradni akarsz. Ám legyen. Még gondolkozom. A doktor az országban marad. Megértettük egymást? Sarah nagyon megkedvelte önt. Ugyan hiányzik az apja. Nem csak azért. Nagyon aggódik önért. Mára befejeztük, kérem, várjon meg a szállodába. Hová megy? Viszom egy sört. Holland, várjon! Elkísérem. Jó, rendben van. De kérem, ne csináljon hülyeséget. Gyerekkoromban óvtak az eféle helyektől. Ugyan, ennek is megvan a maga varázsa. Hozok két sört.
Két sört kérek. Amerikaiak? Aha. Pont ide kellett jönniük. Megyünk már. Nincs csak. Hátat fordítok, és már is felszedtél magadnak egy bikát. Ki ez a szarházi? A férjem. Csak a kurváknak van amerikai férjük. Öcsi, mi nem miattad jöttünk ide. Kit keresel itt? Az agyádat? Gyönyörű vagy. Bemegyünk a konyhára, és megmutatod nekem, hogy mit tudsz. Utána boldoggá teszed a barátaimat. Még nem kértél engedélyt. A feleségem gyűlöli a meszticeket, és ez a személy tudja ezt. De a férfiassága nem hagyja. Tetszik a technikád, öregem? Á, nincs nekem semmilyen technikám. Fogalmam sem volt, hogy mit csinálok. Öregem, ekkora állatot még nem láttam. Amerikai vagy? Az bizony. Végre legalább tudunk valakivel beszélgetni. Meghívhatlak egy sörre? Imádom a potyát. Az ott az asztalunk. A nevem Bart Smith. I am Nancy. Hello, Nancy. A nevem Randolph. Mondd, ennél jobb helyet nem találtatok? Turisták vagytok? Olyasmi. Bart, ezen a környéken ritkán járnak turisták. Tudom, mi sem városnézésre jöttünk. Érted? Egyhangú az életetek, és a kiszabadultok kell a változatosság. Pontosan, tudod, amelyemmel egy kis nebraszkai városban élünk, és mindig el kell utaznunk, ha egy kis változatosságot akarunk. Hát igen, és Bart, milyen változatosságra vágytok? Tudod, a nejemmel nyitott házasságban élünk. Szinte már mindent végigcsináltunk. Például imádta, ha elfenekeltem. Te nős vagy? Nem, elváltam. De te is tudod, hármasban az igazi, mert két párnál már lehetnek viták, igaz? Bárt, én mindenben benne vagyok. Bárkivel. A három a szép szám. Felőlem akár indulhatunk is, kihez megyünk? Hozzánk. Megérkeztünk. Szívem, miért nem veszel fel valami kényelmesebb ruhát? Gyere, ígyünk előtte valamit. Jó, attól még vadabb leszek. Hú, az anyját. Itt kényelmesen elférünk? Nos, akkor lássuk azt a pezsgőt. Thank you.
Itt vagyok, de kérlek, ne gyere be! Szent Isten! Szedje össze magát! Azt nem mondta, hogy meg fogja ölni! Na és aztán? Van magának szíve! Tudja, mi az az erkölcs! Milyen erkölcs értékekről beszél? Gátlástalan gyilkos! Hagyja abba! Elég legyen, fejezze be! A holnap reggeli géppel hazarepülnek. Kérje meg Maxet, hogy foglaljon helyet. Ha felhív a szállodában, közölje vele a gép számát és az indulási időt. A Randolph torkát! Mit tegyünk? Értesítsem a rendőrséget! Igen? Maxnél vagyok. Nem utazom el. Nem ebben állapodtunk meg. Kérem, bocsásson meg. Megmagyarázom. Bocsásson meg. Már a vámvizsgálatra vártunk. De meggondoltam magam. Látni akarom, amikor meghal. Ha a vérbosszúért kiált, akkor sohasem fogunk végezni vele. Holland, Hector mesélt önnek George-ról. Tudja, mit csináltak vele? 3 hónapja kaptam meg a holttestét. Nem volt egy épp csontja. Kitépték az összes fogát. Zúzódásokkal volt borítva a teste. George bízott benne, hogy valaki megállítja a doktort. Ezért kérte az ön segítségét. De ön elküldte. Négre kibújt a szög a zsákból. Ha úgy gondolja, hogy miattam halt meg George, téved. Max, szükségem lenne egy kétsövi puskára. És még? A húgának a címére. Megvan. Mit akar tenni? Nekünk a doktor kell. Ki kell csalogatni a barlangjából, és ha kidugta a fejét, levágjuk. Igen, itt volt. 2 turistával ment el. Nem mondta, hogy hová mennek? Nem kérdeztem. Köszi. Maga is megmondhatja neki, a továbbra is idegenekkel megy el, annak nem lesz jó vége. Jó, átadom. Mikor végzel? Talán 1 óra. Ha végeztem a bevásárlással, azonnal visszaküldöm a kocsit érted. Fogalmam sincs, ki ölhette meg őket. És az ezredes sem tudja. El akarnak üzni az országból, Briggs, és magának is ez a célja. Ne tagadja le!
Azt hiszik, megfutamodok, mert végeznek az embereimmel? Esküszöm, doktor, semmi közöm a gyilkosságokhoz. Akkor teljesíts a kötelességét, önt az én adomból is fizetik, követelem, hogy keresse meg őket. Egy feljelentést a rendőrség. Nem bízom bennük, Briggs, és nem bízom az ezredesében sem. Valamelyest megbízom önben, de csak azért, mert nem marad senkim. Megnézem, mit tehetek. Ezt el is várom öntől. Le akar zuhanyozni? Nem, köszönöm, Miss Moore. Öltözöm fel.
Max, azt mondtad, van egy nyaralód? Igen, az a Mitittantónál. A várostól délre. Van térképed? Persze, gyere. Itt van. Ez a falu, Magdalena. Látod, itt van a tanyám. Ez itt micsoda? Ó, ez egy régi kőbánya. Ez jó lesz. Meg szara veszélyben van, nem maradhat itt. Tedd fel az első gépre. És te sem vagy már biztonságban, neked is el kellene hagynod a várost. Értem. Max Ortiz. Ő a tiéd. Gondoskodj róla. Be fogom gyűjteni. Ide jön egy senki házi, előbb elvágja az egyik legjobb emberünk torkát, majd végez Csirellóval, és ezek után elrabolja a húgodat. Jézusom, ki a fene küldhette ide? Elég, Briggs! Ez nem Barcóba. Carl Csirelló és Randolph megérdemlik a sorsukat, mert hülyék voltak. Én a húgom miatt aggódom, kérjenek segítséget. Bízzuk az embereimre. Azt mondtam, kérjenek segítséget! Holen, annyit gondolkozom rajta. Hogy lehetett a férjem barátja egy ilyen ember, mint ön? Egy bérgyilkos. A férjének sok barátja volt. Szerette az embereket. Hogy lehet ilyen? Ön soha nem válaszol a feltett kérdésekre. A doktor kérdéseire gondolkodás nélkül válaszolnék. Mennyit kért a doktorért? Nem kértem semmit. Régen nem tettem volna ilyet, de ahol most élek, ott nincs szükségem a pénzre. Hol él? Egy békés kis szigeten. Esténként a naplementét nézem. Hallgatom a hullámok andalító dalát. Reggel madarak csicseregnek, arra ébredek. Gyönyörű. Csodálom magát. Miért? Mert maga halálos ítéleteket hajt végre. Ugyanakkor békéről beszél. Azt hiszem, biztonságban vannak. Van egy nyári rezidenciája az Amitittantónál. Ott tartja fogva a húgomat. Azonnal értesítse Paul Briggs-t. Igen, uram. Tessék. Van itt valaki, aki magához tartozik. Molok. Jól van. Beszélhetek vele? Adom. Halló. Halló. Clement? Én vagyok. Nem bántotta Claire? Sajnálom, drágám. Hibát követtem el. Bocsáss meg. Mit akar tőled? Ennyi elég lesz, különben is én fizetem a hívást. Ha én kellek magának, vehette volna a bátorságot, hogy felkeres. Hagyja ezt az úcska szöveget, Mollok. Nekem pénz kell. Sok-sok pénz. Mennyi? Kezdjük egy $500,000 természetesen készpénzben. Honnan veszed nekem van ennyi pénzem? Nos, engem nem érdekel, hogy mennyi pénze van. Teremtse elő, vagy nem látja viszont a húgát. Köszönjön el a bátyjától. Clement! Clement! Segíts, kérlek!
segíts! Könyörgök, Clement! Nos, Clementino? Én még... Mennyi időm van? Holnap reggel jó lesz? Tudja, hogy itt vagyunk. Miből gondolja? Nem kérdezte meg, hogy hol vagyunk. Látogatók. Vezessen, nekem most másra kell a kezem. Menjen már, taposson bele! Mondja meg, hogy mi nem hozzájöttünk, és kifizetjük a kárt. No queremos problemas. Queremos pagar por los daños. Mondja meg neki, hogy megveszük a kocsiját. ¿Cuánto quiere por su camión? ¿Con todo y puercos? Sin los puercos. Solamente el camión. ¿Cuánto da? Mit fizet?
agárralos. Sí. Mondja meg neki, ha valaki keresne bennünket, nem látott senkit. Si alguien viene, hace preguntas. Usted no oyó, ni vio nada. Comprende? Sí, gracias, sí. Vámonos. El kell lásnunk a holttestet. Hová megyünk? Ide, a falu neve Magdaléna. Ha eljutunk addig. A doktor kérte, hogy te vedd a kezedbe ezt az ügyet. Te mit intéztél? Nos, három emberemet küldtem fel az utolsó tartózkodási helyükre, de nem jártak sikerrel. Hogy viseli a doki? Ismered, teljesen ki van. Azt hiszem, most kemény ellenfeled lesz. Véleményem szerint az emberrablást egy terrorista csoport követte el, akik így akarnak pénzhez jutni. Lehet, hogy egy őrülttel állunk szemben, akinek csak a doki kell. A fenébe, fel kell hívnom őket. Oké, értem, nem baj, csak engedjétek el őket. Mi? Ha muszáj, lőd szét a lábát, már is indulunk. Buta paraszt. Az egyik emberemmel beszéltem, megtalálták a társait. Illetve csak a szénné égett holttesteket. Hol? Magdaléna közelében, fent a hegyek között. Nem hiszem, hogy az Aron sokáig bírja. Nincs semmi. Disznók! Ezek a mocsos tetvek még harapnak is. Mondtam, hogy ne engedd el azt a parasztot! Beszaladt! Azt mondtam, lőd szét a lábát! Hülye bugris! Ez a pali nem kezdő. Kicsoda, ez egy profi nem menekül gyalogosan. Tudom, de a nő még mindig vele van. Á, ne is mondd. Milyen messze van a falu? A legközelebbi? Igen, Magdaléna, olyan 150 kilométerre lehet. Menjünk. Jöjjenek! Indulunk! Tegyen valamit. Borzalmas, hogy ma milyen meleg van. Soha sem gondol rájuk. Úgy értem, nem akarja lemosni a kezére száradt vért. Ilyen könnyű embert ölni. Én nem az embert látom az ellenségeinkben. Ne haragudjon, de nem tudom, meddig bírom. Azt mondta, látni akarja. Látni akarja, amikor végzek vele. Azt hiszem, ennyi elég volt. A gyilkosságból. A vérből.
Rihanna, nem kényszerítettem, hogy velem jöjjön. De most már végig kell csinálnia. Tessék. Holen? Nem mondta még senki, hogy álmában beszél. Mit mondtam? Mi történt? Miért van ekkora temetés? Falubeli fiúk. Bevonultatták őket katonának. Ezen a vidéken megtagadják a bevonulást. Megtagadják, mert Isten akaratát teljesítik. Halálra kínozták őket. Ezeket a fiatalokat is a doktor kezére juttatták. A többit már tudja. Fogadjátok őszinte részvétünket. Nagyon sajnáljuk. Köszönjük. Lehetne innen a városba telefonálni? Kérem, az úr a férjem. Hogyne. A kávézomból telefonálhatnak. Olcsón megszámítom. Vidéken így szokták. Menjünk. Oké. Gyere! Iszik valamit? Kérek egy sört. Én egy frissítőt kérek. Igen. Hol a mellékhelyiség? Hátul az udvarban. Menj, ne zavard a vendégeket. Éppen zárni készülök. Jöjjenek vissza sziesta után. Igen? Nem úgy néz ki, hogy be van zárva. Hozz két hideg sört. Mire vász? Mozogj már! Ez forró! Az istenit! Buta paraszt! Szándékosan melegítetted föl! Hé! Ez a barátom háza. Ha nem tetszik valami, tűnjetek el. Nem kell a hülye dumád. Tudod, miért jöttünk? Fizetünk.
Én malakra várok, hol van? Mi között hozzá? Azt üzented, hogy neked pénz kell. Megkapod. Köszönjük. Akkor most tárgyalhatunk egy elfogadhatóbb árról. Tudod, több tervem is van. Lehet, hogy veszek egy Mercedest, vagy egy villát Hollywoodban. De az is lehet, hogy egy fodrásszalont nyitok New Yorkban, érted, nem? Az ügyfelem 200 000 dollárt fizet. Világos? Mennyit? Azt akarod, hogy ilyen hajjal? Öcsi, a barátom komolyan beszél. Fogd be, Briggs! Te nem pénzt akarsz, igaz, Holland? Tudtam, hogy nem kell csalódnom benned. Mindig golyóálló mellé? Hat, négy, négy, három, három. Briggs és Channel a maga haverjai voltak? Megölte őket? Minek néz engem, nyeretlen 2 évesnek? Hol van a hugom? Éppen vacsorázik. Beszéljük meg az árucserét és fejezze be a kis ded játékait. Hallgatom. Fogadjon meg egy jó tanácsot, ne hozzon magával kíséretet. A városból délnyugatra. A falu neve Magdaléna. A falu előtt jobbra fordul az öreg kőbányához vezető útra. A bánya bejárata előtt fogjuk várni. Mi ez itt? Max azt mondta, ezt a bányát bezárták. Elnézést! Maguk mit csinálnak itt? Opát keresünk. Maguk a tulajdonosok? Nekünk azt mondták, hogy dolgozhatunk itt. Talán Max nem is tudott róluk. Egy barátunké volt ez a bánya. Nem azért jöttünk, hogy elzavarjuk magukat, de nem bánnám, ha már befejeznék a munkát. Holnap visszajöhetnek, de kérem, most menjenek el. Nem maradhatnánk. Ma még nem találtunk semmit. Most mit csinálunk? Nem maradhatnak itt. Egy kocsi közeleg! Egy nagy fekete autó! Ez a doktor lesz. Öregem, most már ne menjenek sehova, de valahová bújjanak el. Hallgassanak a férjemre. Lehet, hogy lövöldözni fognak. Menjenek! Barátaim! Bújjatok el! Gyorsan! Siessetek! Bújjatok a sziklák mögé! Igyekezzetek! Igyekezzetek, lehet, hogy lövöldözni fognak! Igyekezzetek fedezékbe húzódni! Siessetek! Mozgás! 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 Valóban meg akarja ölni. Ezért jöttünk ide, nem? Claire? Claire! Claire!
Itt vagyunk, Molok! Semmi baj, nyugodjon meg! A kicsim! Addig, amíg azt hiszi, hogy itt van a húga, addig nem bántja. Mama! Mama! Én nem látom magát, de gondolom, hogy ön lát engem. Láthatja, hogy a gyermek a foglyom. Nagyon sajnálom, hogy foglyul kellett ejtenem egy gyermeket. De kénytelen voltam megtenni, mert mindent elkövetek, hogy visszakaphassam a húgomat. Hallotta, amit mondtam? Magának nem a pénz kell! Maga engem akar, ugye? Képes lenne feláldozni a gyerek életét? Van egy ajánlatom! Megkapják Sarah-t a húgomért! Mit akar csinálni? Nos? Hol van a húgom? Hol van a húgom? Egy pillanat! Várom a válaszát! Hol a húgom? Hozom már! Claire! Clement! Claire! Segíts! Nem látlak! Clement! Hol vagy? Nem látlak! Clement! Clement! Kérlek! Segíts! Claire! Clement! Clement! Kérlek! Húzd fel az ablakot! Claire! Ez a doktor! Elrabolta a kislányomat! Meg akarja ölni! Meg fogja ölni a kislányomat! Claire! Kislány! Pákó, Pákó, bújj már elő! Vissza, vagy lelőlök valakit! Vissza, hogy megölöm a gyereket! Vissza! Ha, mutatja meg a húgomat, nagyon levetem a kislány! Nyer! Sarah! Vágasson! Vissza, emberem! Takarodjatok! Vissza! Azonnal látni akarom a húgomat! Takarodjatok! Vissza! Vissza!